Üdvözlök mindenkit, ez itt a futball Cards és a mai videóban pedig két nagyon fontos szériát hasonlítunk össze, hiszen ez jelenleg futó kettő széria, amit olcsón, a Panini mindig törekszik erre, tehát a legolcsóbban ki tudtok gyűjteni jelenleg, és természetesen azért mind a kettő hivatalos licenszekkel rendelkezik, a teljes bajnokság ugye benne van a Premier league 2024, tehát a legújabb szériáról van szó. Fektetett csomagdesign meg minden, úgyhogy jól néz ki egy picit drágább, mint a FIFA 365, viszont van hozzá alkalmazás ehhez is, ahhoz is, tehát ezért normálisan meg van csinálva, teljesen más taktikával, hiszen itt kódpapíron tudsz egy csomagot beváltani, FIFA 365 né konkrétan azt a kártyát tudod beváltani, amit kinyitottál. Ezért is érdekes teljesen különböző szériát látni, Magyarországon a Panini egyszerre futtat egy időben. Nagyjából ugyanakkor lesz a leszedés és a befejezés és a szériának. Jó pár hónap múlva persze. Úgyhogy ez, ez az, ami nekem nagyon furcsa. Viszont most egy jó kis összehasonlító videó erejére, így a széria elején szerintem ez teljesen tökéletes. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit tud, mivel rendelkezik a FIFA 365, illetve a Premier League 2024 FIFA 365-be is. Ugye hiába nem járunk 2024-be, ez úgy szokás, hogy úgy nevezik el, ami a következő évre mutat majd. Nézzük meg, hogy mennyi kártya van az adott szériákban. Ez azért eléggé fontos vagy a teljes pénztárcát, vagy még egy kis hitelt is fel kell áldozni, hogy meglegyen a széria. 468 kártyásra League, az azért brutális, az az szerintem elég kemény, majdnem 500 kártyás széria, és ö, nem tudjuk kiszámolni teljes mértékben, így gyors fejszámolás követően lehet akár, hogy nagyjából azért ugyanannyi, mert ha belevesszük, hogy ugye vannak momentumok, bár itt meg limited, az a lényeg, hogy az alapkártya az 240 plusz a fence az még 80, tehát igazából úgy már meg is vagyunk 320-nál, ha jól számolom, így van, illetőleg még 4, 40 kláb, és akkor itt már teljesen bedurvul a dolog, hiszen Powerből is még 54 van, a színe az ember klub után a Powerből kevesebb, de nem, pedig ritkább, és akkor még jön a gold, meg a rare, meg az x rare, meg a momentum, hát azért ez nagyon kemény, úgyhogy mind a kettő széria kigyűjtése eléggé nehézkes a Premier league az adja igazából az izgalmat, hogy limitedekből sikerül e digitális aláért variáció, itt not, eredeti aláért azt hagyjuk is, ez nagyon-nagyon ritka, viszont van a sima limited, a digitális aláért, illetve vannak a Golden Bowler-ek, amik ilyen plastikkártyára jöttek, az nagyon-nagyon új, frissé teszi ezt a szériát. Itt sima papír alapú Top masterek vannak. Bontsunk ki egy csomagot, nézzük már a dizájnt. Költségbe egyébként értem személyen a drágább, a Premier League. talán egy picit a végösszeg drágább drágábbra jöhet ki, hogyha teljes kigyűjtést tervezel, de hát itt is előbb-utóbb el kell kezdened cserélgetni. Hat kártyás egy csomag, benne kettő csillogóssal, ez nem garantált. Nézzük akkor. A FIFA 365 csomag ugyanolyan papíros, jól néz ki igazából mindkettő. Nézzük is, itt is kapunk. Ó, micsoda szép kártyák. Rising Star, ez már csillogósnak számít. Van itt egy Captain, illetve egy Home Grow, tehát ezzel mázlisan nyúltam bele. Három csillogós kártya és három alaptípusú kártya. Angol csapatok úgy szintén nagyon sok van, tehát ott a Liverpool is, ugye Newcastle United, Manchester City, tehát rengeteg az angol csapat. A FIFA 365 be is, mint ahogy a Premier league be tehát igazából így ezzel mindenféle bajnokságba belekostolhatsz, mert hogy látod, van spanyol is, meg igazából olasz. Ez nagyon menő volt ez a három csillogósos pak, úgyhogy ugyanúgy menjünk tovább FIFA 365-tel. Designra egyébként kicsit komolyabb szerintem a Premier League. Itt ugye nincsen háttérben semmilyen meccs jelenet. Ott egy pont sincsen sok a Premier League-nél se, viszont ha megnézed, ott van egy pici kivágás, ez amúgy érdekesen néz ki, nem olyan rossz, illetve a háttér, mintha letisztult. ilyen letisztultabb csapatszínnek megfelelő, középen fehér, úgyhogy ilyen letisztult. Itt a FIFA 365-nél mindenféle alakzatok mennek, nekem mondjuk tetszik, de meg tudom értekni, aki azt mondja, hogy ez nem annyira komolyan vehető tényleg sok az adat, az mondjuk jó a home grow típusú, hogy még ott is vannak különböző adatok páralépésekről, lépésekről. Fans favorite, illetve itt pedig egy Liverpoolos, illetve még a végén egy Barcelonás. Barcelonánál nagyon sok szín látható a háttérben, ez is furcsa, hogy a sárga meg a világos kék hogyan keveredett oda. Viszont az tök király, nekem ez jobban tetszik, hogy be tudod váltani konkrétan azt a lapot, amit kinyitottál, nem kell variálni azzal, hogy hát itt nincs kód, itt a kódpapírra hagyatkozol. Ezzel meg több a szeméttermelés, ugye van olyan pakka, amiben véletlenül két kódpapír került, minek? Ugye, főleg ha kigyűlt az online alkalmazásos megoldásod, akkor igazából tényleg szemét kategória. Kolosszus kártya, nagyon szépek a csillogósok szerintem mindkét esetben. A Premier league ez a Fire Ice, ez tényleg, az, az elképesztően durván néz ki. Remélem, hogy belenyitunk. Azt szerintem igazán különleges a sikeredet. World classos narancsárga, Game Changer, nagyon szép elmosódás a háttérbe, illetve itt még néhány alapkártya, base kártya. A base kártya szerintem azért itt ö, látványosabb. Közelebbről van fotózva egyébként az összes ö, mi az FIFA 365 kártya Premier league képest. Ha megnézed, mindegyiken, még ezen a Time Machine kártyán is sokkal közelebbről látod a játékos. Nem tudom, hogy ez kinek mennyire fontos. A Premier league a feljutó csapatoknak van ilyen nagyon közeli fotó, a többi az még olyan, hogy akár a lába is valamilyen szinten látszódik. FIFA 365-nél esetleg a csillogósokba lehet itt belefutni ilyenbe, de megint egy nagy luck hiszen három csillogós ismételten a csomagba és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez most a legolcsóbb széria a FIFA 365, és mégis ott van benne a Momentum, a fellehető Momentum kártya, aláírtat, ilyesmit rendes játékos által aláírtat, meg limitáltakat egyáltalán nem tudsz nyitni ezekből a csomagokból, tehát ezt el kell felejteni, az megmarad a Premier League-be, ott viszont sima csomagnál is van esélyed, akár Excellence kártyára, ami kicsit vastagabb, tehát ha komolyabban veszed a gyűjtést, és szeretnél vadászni, vagy legalábbis esélyt szeretnél magadnak arra, hogy nincs nagyon-nagyon ritka kártyákat, ami persze nem Momentum, hiszen Premier nincs Momentum, akkor ez lehet az érdekes, a PL, viszont ha tényleg a Momentum azért az nagyon könnyen eladható, és ráadásul nagyon értékes kártya, itt is kettő csillogós, ez egy kicsit szerencsétlenebb csomag volt, illetve dupla is jött belőle sajnos, de ettől függetlenül ez is rendben van. Szóval nehéz eldönteni. Az összegzés az, az számomra, hogy nagyon-nagyon nehéz eldönteni, és talán elsőtom dönteni, akinek nem fontosak az Excellence kártyák, az, hogy a esét nem akar tudni magának ilyen limitált, meg ilyen digitális aláírt kinyitása, mert nem érdekli ez, mert fémdobozokban majd megszerzi a limitedet, akkor én azt mondom, hogy simán gyűjtse az olcsóbb x -szériát. Az ár ugye nagy úr, mert értelmszerűen a fémdoboz, az album minden egy picit drágább a Premier League-nél, ez ilyenkor így, így, szokott lenni, viszont a FIFA 365 egy olcsóbb széria. Én mind a kettőt fogom bontani, mind a kettőt ki szeretném gyűjteni, és mind a kettőben szeretnék értékes kártyákat. Digitális aláírtakat is szeretnék, Excellence-et, itt pedig Momentumot is majd nagyon bízok benne, hogy fogok nyitni. Legközelebb találkozunk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ez jelenleg a két jelenleg is futó, kapható, sokáig kapható még a 2024-es szériák a Sziasztok!